Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel invitálok augusztus 20-án a Bazilika tér elé, 3 órakor, amikor fölcsendül az ének, és a teremtőt, Szent István királyunkat ünnepelhetjük, államalapító Szent István királyunkat, és a magyar új kenyeret. Számomra mindig óriási öröm, amikor ünnepek kapcsán énekelhetek. Úgy gondolom, hogy ilyenkor az ének még inkább imává alakul, és az egekig ér. És az ég-föld harmóniája csendül föl a dalamokon keresztül. Az is csodálatos, amikor a himnuszt énekelhetem augusztus 20-án, de például délután a Bazilika téren zenésztársammal, Bolya Mátyással, Szent István királyunkat fogom éltetni, aratódalokat énekelek magyar, szlovák nyelven, hiszen Szent István idején több nemzetiségű országot kellett megerősíteni, és hát csodálatos dolog lesz itt önökkel együtt lenni, az zarándokokkal, akik itt fognak gyülekezni. A zarándoklat egyébként is, én úgy gondolom, egy úgy útkeresés valahol. Az út végén mindig az ember önmagát találja meg, és az Istenét, a hitét erősítheti meg, mert a fölösleges dolgok mind-mind leperegnek az emberről az út végére. És az életünk is ilyen, hol fönt vagyunk, hol lent vagyunk, de az út végén mindig ott a reménysugár, a segítség, ami az ég fele tekint. És a dalok is valahol ezt hirdetik. És ha már itt az énekről szóltunk, akkor csendüljön föl az egyik legszebb himnuszunk Szent István királyhoz. Magyar hazánk, te jó anya, fiad dicsírd ma őt dalult, zengjen a himnusz dallama, hozzá ki mindig párt fogott. Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked, istenes törvényt alkotott, mely üdvösségre elvezet. Imádás légyen tisztelet, néked hármas egy istenünk, segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kér nekünk. Ah,